Sajtóhírek szerint Orbán Viktor hazaért Rióból. Isten hozta itthon, reméljük, hogy sikerült magát kipihennie. Amíg nem volt itt, azért addig itthon történt egy-más, és mivel korábbi nyilatkozataiból tudjuk, hogy nem egy nagy internetbajnok, és feltételezem, hogy a brazil lapok sem jelentették az ügyet, ezért egy kicsit képbe hoznám, hogy mi folyt itthon addig, amíg ő nem volt itt. A 168 óra cikk sorozata szerint Mengyel Roland, a Fidesz országgyűlési képviselője, kétszer 5 millió forintnyi kenőpénzt követelt azért, hogy közben járjon egy pályázat sikeres elbírálása ügyében. A pályázati projekt összeg 90%-át egy haveri cégen keresztül kellett volna valamilyen folyamatokon keresztül visszacsorgatni, illetve a fennmaradó 10%-ot is szét kellett volna osztani néhány résztvevő között. Az ügyben feljelentést tettem, az ügyészség pedig bejelentette, hogy kezdeményezik Mennyi Roland mentem jogának a felfüggesztését. Itt tartunk eddig. Az egész történet ezer szállal kötődik a Fideszhez. A főszereplő, mint említettük, Mennyi Roland nem csak hogy országgyűlési képviselője a pártnak, hanem a Gazdaságfejlesztési és Versenyképességi Bizottság elnöke. Elég ironikus egyébként, hogy melyik bizottságot vezeti. Továbbá választókerületi elnöke a Fidesznek, továbbra is. Emellett ki kell emelni azt, hogy a pályáztatásban résztvevő egyik közvetítő cégnek a vezetője is a Fidesz párttagja, pontosabban a tulajdonosa. A lehallgatási jegyzőkönyvek szerint a gyanúsítottak hivatkoznak Csepregi Nándor miniszterhelyettesre, illetve egy kontextusban fölmerül egy titokzatos L is, akivel dolgokat kell leegyeztetni. Az ügyben érintett és egyik nyomozó hatóságot, a NAV-ot egy volt fideszes parlamenti képviselő, Tállai András vezeti. Az ügyben érintett másik hatóságot, amely nyomozás fog folytatni remélhetőleg az ügyészséget, szintén egy volt fideszes parlamenti képviselő, Polt Péter vezet. Ami a legérdekesebb, Mennyi még mindig a Fidesz parlamenti képviselője, Mennyi még mindig a Fidesz választókerületi elnöke, Mennyi még mindig tagja a Fidesznek, Mennyi még mindig adhat át például nyilvános rendezvények keretein belül Kossuth szobrokat. Ha igaz az, amit Mennyi Roland mond, a Fideszből mind a mai napig senki nem kereste meg azzal, hogy adja le a pártagkönyvét, mondjon le minden Fideszben betöltött pozíciójáról, mondjon le a mandátumáról, lépjen ki a pártból, és simán tűnjön el a közéletből. Talán nem véletlenül van az, hogy az emberek kétharmada úgy gondolja, hogy a Fidesz korrupt párt. Orbán Viktorhoz, mint a Fidesz elnökéhez szeretnénk intézni kettő kérdést. Az egyik kérdésünk hozzá az, hogy tudta-e ő, hogy mi folyik az ő rendszerében, tudta-e ő, hogy mit követ el országgyűlési képviselője. Azt hiszem, hogy ha tudott erről, amit folyik, akkor ő maga is bűnös. Ha pedig nem tudott erről, akkor sima balek, hogy a háta mögött ilyeneket meg tudnak csinálni az emberei egy olyan rendszerben, amiről tudjuk, hogy Orbán Viktor tudta nélkül egy szalmaszálat sem lehet arrébb mozdítani. A másik kérdésem pedig az lenne, hogy meddig kíván még Orbán Viktor falazni Mennyi Rolandnak? Meddig védi még Mennyi Rolandot? Meddig tűri meg Mennyi Rolandot a pártjában? És meddig tűri még, hogy ő és hozzá hasonlóak garázdálkodjanak Magyarországon a magyarok kárára? Ha sokáig még, akkor azt hiszem, hogy előbb-utóbb közel jutunk ahhoz, hogy megértsük a nemzeti együttműködés rendszerének valódi jelentését. Végezetül pedig, mivel az ügyészség kezdeményezte Mennyi Roland mentem jogának a felfüggesztését, a fideszes többség, a fideszes parlamenti képviselők kezében van a döntés, hogy Mennyi Roland ellen elindulhat-e az eljárás, vagy nem. Felszólítjuk a fideszes parlamenti képviselőket, hogy ne merészeljenek falazni a társuknak, és eszükbe ne jusson nem kiadni Mennyi Roland mentelmi jogát.